No, Larry, Zitz! No, Larry, Zitz! No, Larry, Zitz! No, Larry, Zitz! Tehát a polgármester az imént bejelentette, hogy leállítja a munkaállapotokat, hogy visszaállítja a Szamosparkot az eredeti állapotába, hogy az integrált mobilitás tanulmányt egyszer megrendezi és végigcsinálja, hogy a Szamospark urbanisztikai átrendezésének a tervét meghirdeti és elvisz odáig, hogy meglegyen a nyertes pályázat. Ezek az ígéretek nagyon jók, és ami engem illet személyesen, maximálisan megfelelnek azoknak az elképzeléseimnek, amiket a városháza véleményem szerint ezért 3 évtel már meghozhatott volna. Nagyon örvendek, hogy 3 év után eljutottunk ide. Hát itt egy párfa sajnos meg fog halni. Azt hiszem, hogy kinevezhetik őket mártírfának. Igen, azt hiszem, hogy most megvan. Mennyire lehet komolyan venni ezt a népszavazásos ígéretet, fenyegetést? Te minek értelmezed? A népszavazás az egy kicsit kétélű fegyver, mert igen, lehetséges, hogy a polgárok bizonyos rétegeit majd elkezdik manipulálni azért vagy ezért azokból, de egyelőre nem akarok se gyanakul lenni. Egyelőre nagyon örülök. Egyelőre úgy néz ki, hogy helyreálltunk. A munkálatok leálltak, és megkezdődik a gondolkodás jelű cselekszó. Tehát akkor végre lesz városszintű közlekedési terv, Szamosra a mesterterv. Ezeket most mind szó szerint megígérte Bok? Szuper, köszi! Fuck yeah!